Csepeli György vagyok, szociálpszichológus. Az a kérdés, hogy melyik könyv került a kezembe a sok közül, amiről azt lehet mondani, hogy mind a mai napig hat rám. A leginkább, ami hatott rám, az Stendhal Pármai Kolostor című könyve volt. Egy fiatal ember botladozásairól szól, a waterloo-i csatatértől kezdve egészen a pármai miniállam zsarnoki körülményei között, de ami miatt engem megfogott ez a könyv, az az, hogy soha se utána, se előtte ezt a fajta életstratégiát nem láttam, hogy valaki nem azért lép előre az életben, mert akarja, hanem egyszerűen csak történik vele. És ami történik vele, az egyfelől nagyon szép és nagyon megható, mert egy csodálatos szerelmi történet van benne. Egyébként maga a szerelem aztán hát elsorvad. De elsődlegesen a könyv szerintem azért ragadott meg engem, mert benne van a szabadság, benne van a szerelem, és ha a történet nem is túlságosan követhető, ami nagyon fontos, hogy maguk a karakterek, a szereplők, azok mind rendkívüliek. És a rendkívüliség az, ami engem megragad ebben a könyvben, mert a rendkívüliségben látom a kulcsot a nem rendkívüli emberek megértéséhez. És Stendhalt hősei, akár a főhőst nézed, akár a nagynényét nézed, akár a szerelmét nézed, akár Moszkva grófot nézed, ugye a pármai hercegség főminiszterének a karakterét, mindegyik rendkívüli, és ezen a rendkívüliségen keresztül megérted, hogy mi a hatalom, mi a szerelem, mi a hűség, mi az árulás. Valósággal arról van szó, hogy megérted, hogy mi az élet, és nem az ő életük, hanem hogy a te saját magad élete mit jelent. Ezért tartom nagyon sokra ezt a könyvet, és vagyok hálás Stendhalnak, hogy megírta. Tehát a könyv, ami hatott életemre, elsődlegesen Stendhal műve, a Pármai Kolostor. Csepeli György vagyok, szociálpszichológus.